Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Két történetet fogok elmondani ma, amelyek egy ponton össze fognak kapcsolódni. Mielőtt azonban a matematikába úgy nagyon belemenni, akarok egy kicsit beszélni a matematika természetéről egy néhány mondatot. Van valami, amit valahogy nem szoktak elmondani a matematikával kapcsolatban, az az, hogy valójában itt két része van a matematikának. Van egy elméleti matematika és egy alkalmazott matematika. És ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert valahogy súlykolják az emberbe a gyerekkorában, hogy a matematika milyen fontos, és utána, hogyha elolvas újságcikkeket, akkor nem érti, hogy mivel foglalkoznak ezek a matematikusok, ez miért érdekes, vagy mi ez a marhaság, amivel már megint előjöttek. És a válasz nagyjából az, hogy ami igazán fontos, az az alkalmazott matematika, de valahogy nem lenne ez az elméleti matematika nélkül. Egyébként az elméleti matematika angolul úgy van, hogy pure mathematics, vagyis tiszta matematika. Tehát valahogy az, ami csak matematika, az alkalmazott matematika, annak mindig van valami alkalmazása, biológia, meteorológia, informatika, valami más terület. És kicsit különbözőképpen is működnek. Tehát az elméleti matematikát az nagyjából a kíváncsiság hajtja. Valamit meg szeretnénk tudni, valami érdekes jelenséget látunk, meg akarjuk érteni. Ezzel szemben az alkalmazott matematika, ott egy jól meghatározott cél van, mondjuk egy akkumulátor működését akarjuk modellezni, hogy minél hatékonyabb legyen. És ez egészen másfajta kérdéseket tett fel. Egyébként még a motivációk is máshonnan jönnek, tehát az elméleti matematikában általában egy másik kérdés motivál egy kérdés, míg nyilván az alkalmazott matematikában egy jól meghatározott külső kérdés. Egyébként erről van egy érdekes sztori, mikor a doktori felvételén volt, az úgy zajlott, hogy 5 professzor kérdezgetett mindenféléről, de nem matekot kérdeztek, hanem hogy mit csináltam a szakdolgozatomban, mit szeretnék kutatni, és hasonló kérdéseket. És az egyik problémáról, amiről meséltem, az egyik professzor megkérdezte, hogy ez miért érdekes, honnan jön ez, és én elkezdtem mondani egy másik, híresebb problémát, ami motiválta, mire provokatívan megkérdezte, hogy most matematikát magyarázom matematikával, és erre azt mondtam, hogy hát ezért jelentkeztem az elméleti matematika programba, és nem az igen. Máshogy is működne, az elméleti matematikában nagyon-nagyon fontos valami, amit úgy hívnak, hogy bizonyítás. És ez nagyon-nagyon egyedivé teszi a matematikát. A legtöbb más tudományból, természettudományban ez a statisztika. Elvégeznek 1000 kísérletet, 960-szor ugyanazt látják, akkor az úgy, az igazság, vagy azt reméljük, hogy az igazság. Ha a matematikus 1000-szer kipróbál valamit, és 1000-szer igaznak tűnik, 1000-szer ugyanúgy kijön, hogy igaz, akkor nem azt mondja, hogy akkor ez az állítás igaz, hanem az, hogy van egy sejtése. Innen kezdődik a munka. Tehát valahogy be kell bizonyítani, hogy nem csak az 1000 eset volt, ami ezt mutatta, hanem hogy ez mindig úgy fog történni, ahogy. Igen. Nyilván az alkalmazott matematikában az, hogy bizonyítás az nem annyira fontos, inkább az, hogy működjön. És nyilván az, hogyha van egy modellünk, az, ha nagyon bonyolult, akkor nem tudjuk matematikailag kezelni, ha nagyon egyszerű, akkor meg lehet, hogy nem mond semmi a valódi problémáról. És más az értékmérőjük is. Az alkalmazott matematikában nyilván az a jó, hogyha a modellből kiszámolunk valamit, és a mérés is azt mutatja, hogy az akkumulátor úgy működött. Tehát egyszerűen megmondja az élet, hogy jól dolgoztunk-e. Az elméleti matematikában inkább az ötletek eredetisége, mélysége az, ami számít. Most fel lehet tenni a kérdést, hogy miért van ez, tehát hogy miért vált így szét, és miért értelme egyáltalán elméleti matematikát csinálni.
És a válasz az, hogy valójában itt van egy óriási tudásfelhalmozás, amit aztán az alkalmazott matematikában használunk. Tehát, és ezért nyilván azok a dolgok értékesebbek, amelyekről azt gondoljuk, hogy nagyobb tudást, újabb összefüggéseket hoznak. Ez azért alakulhatott ki így, mert az a tapasztalat, hogyha jön egy alkalmazott matematikai probléma, akkor nagyon-nagyon gyorsan meg tudjuk oldani. Pontosan azért, mert felhalmoztunk egy való tudást. Tehát, hogyha ez nem lenne, akkor nem lenne értelme valóban az elméleti matematikának. Még viccből ide írtam ezt a média megjelenést. Csak arról van szó, hogy néha olvasok újságcikkeket matematikai eredményekről, amelyek hát, a bosszantó és a tragikus kategóriájába szoktak tartozni. Valahogy arról van szó, hogy nem tudom miért, de az újságírók nem szeretik az alkalmazott matematikát, vagy teljesen elkerülik, pedig szerintem egy átlagembernek az sokkal érdekesebb, értékesebb. Ehelyett megpróbálnak valamit beszámolni az elméleti matematika legújabb eredményéről, amelyet egyrészt nem értenek, tehát ez látszik, tehát úgy általában a cikk felénél eljön az a pont, amikor az újságíró elvesztett a fonalat, és ez így a cikkből is látszik sajnos. Valamiért nem is kérik a matematikusok segítségét, hogy legalább a hibás állításokat húzzák ki. De a legnagyobb baj az benne, hogy az elméleti matematikában nagyon történetekről szól a dolog. Tehát egy-egy probléma nagyon sok hosszú utat jár be. És beszámolni az utolsó fejleményről, az kb. Olyan, mint egy romantikus filmből az utolsó 3 percet kivágni. Nincs egyértelme. Tehát nem szoktak szerencsések lenni azok a cikkek. Nem jó. Persze ez nem az újságírók hibája. Én azt gondolom, hogy ez legalább annyira a matematikusok hibája is, hogy nem próbálnak valahogy értelmesen elmagyarázni, hogy mivel foglalkoznak. Na jó, kezdjünk egy kis matematikával, és most tulajdonképpen az elméleti matematika jön, prímszámokról fogunk beszélni, úgyhogy mindjárt egy definícióval kezdjük, ez az oszthatóság. Azt mondjuk, hogy egy k szám osztja az n számot, ha van olyan egész r szám, hogy n az r szer k. Tehát, hogy nézzünk példákat, az 5 osztja a 15-öt, mert a 15 az 3x5. A 7 osztja a 28-at, mert a 28 az 4x7. Viszont a 3 nem osztja a 11-et, se 3x4 benne van, se 4x, és azok köztük kéne lennie. Másként persze úgy is mondhatnánk, hogy 11x3 az nem egész. Egy apró érdekesség, hogy miért nem azt mondtam egyszerűen, hogy az n per k az egész. Ez igazából jó lenne. Az egyetlen dolog, hogy ha k egyenlő 0, akkor nem akarunk osztani vele. De van értelme, például a nulla osztója a nullának, mert van olyan r egész szám, hogy r szer 0 az 0, például 17 az ilyen, 17 szer 0 is 0. Tehát bármilyen meglepő, ez a definíció akkor is értelmes. A másik előnye, hogy nem igazán kell kilépni az egész számokból, amikor azt mondom, hogy 11/3, valahogy kiléptünk az egész számokból. Ez néha jól jön ez a tulajdonság, de tényleg csak apróság. Nyugodtan mindenki gondolhat újra, hogy az n per k az egész szám, azt jelenti az oszthatóság. Na most mit jelent az, hogy prímszám? A prímszám azt jelenti, hogy van egynél nagyobb egész szám, aminek csak egy és önmaga az osztója. Ezt másként úgy is meg lehet fogalmazni, hogy nem lehet két kisebb szám szorzatára bontani. Tehát a 2, 3, 5, 7, 11 az prímszámok, egyszerűen nem tudjuk két kisebb szám szorzatára bontani. A 10 viszont nem, az 2x5. Vagy a 21 sem prím, az 3x7. Oké? Okay? Van ezzel kapcsolatban kérdés esetleg? Ezt nagyon reméltem. Az egy miért? Na, ez egy nagyon jó kérdés, hogy az egy miért nem prímszám. Majd látni fogjuk, hogy praktikus nem belevenni a prímszámok közé, majd mondok egy ilyen pontot, ahol nem érdemes belevenni. Azt is jó elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a matematika az egy emberi építmény, ami azt jelenti, hogy
hogy nincs egy, nincs egy isteni definíciója a dolgok, az emberek megegyeznek, hogy ez a definíciója, és ezek általában praktikus megegyezések. Majd mindjárt látjuk, hogy mi az a praktikus ok, amiért az egyet nem akarjuk belevenni a print számok körébe. Van más kérdés? Nincs. Nem. Jó. Itt van az első néhány szám, látjuk, hogy a kettő az egyetlen páros print szám, mert minden nagyobb páros szám osztható kettővel, tehát erről kizárhatjuk többit. És akkor itt felírtam néhány felbontás, például 12-t fel tudjuk 2x6-ként, meg 3x6-ként kibontani. Láthatjuk, hogy ez az első néhány prímszám a 2, 3, 5, 7, 11 és 13. Oké. Na most a prímszámoknak az a lényege, hogy ezek ilyen építő kockákként viselkednek a szorzásra nézve. Van egy számunk, mondjuk 300, azt elkezdhetjük felbontogatni. Ha ez nem prímszám, felbontjuk két részre, 10x30, mondjuk tök mindegy, hogy utána továbbontjuk. Ha 10 az nem prímszám, akkor egyszerűen továbbbontom 2x5-ként. Ha 30 nem prímszám, akkor továbbbontom 5x6-ként. Ha 6 nem prímszám, akkor továbbbontom 2x3-ként. És a végén elérkezünk egy felbontáshoz. Ez a hatványozás csak annyit jelent, hogy két darab 2-es van, két darab 5-ös van. Így minden számot fel tudunk bontani, és most tudok válaszolni, hogy az egyet miért nem érdemes bevenni, mert nem ad hozzá semmi extra információt, hogy most beszorozgatok egyet. És Euklidesz arra jött rá, hogy minden szám felbontható itt prímszámok szorzataként, de ez nem az igazi nagy újdonság, mert ezt mi is látjuk. Egyszerűen, ha addig bontogatjuk, ameddig tudunk, és vége van az eljárása. De Euklidesz arra is rájött, hogy ez egyértelmű, tehát nem tudja az ember másként felírni a 300-at prímszámok szorzatéként, muszáj két darab kettest, egy darab hármast és két darab ötöst használni. Most mondok egy példát, hogy ez egy nem teljesen magától érthető dolog. Nézzük például a 20-at és a 21-et. A 21 az 3x7, a 20 az 2x2x5. Csak egy különbség volt a két szám között és más felbontásokban. Miért ne lehetne egyszer az, hogy van egy szám, és tényleg két különböző felbontása van a prímek szorzatára. Ezt nem túl nehéz bebizonyítani, de nem is egyszerű. Ráadásul van egy pszichológiai nehézség, hogy az ember bebizonyítsa ezt az állítást. Annyira igaznak tűnik ez az állítás, hogy állandóan felhasználja, hogyha az ember megpróbálja magától, akkor abba botlik, hogy felhasználja a tétel állítását a bizonyításban. Ez egy ilyen kis pszichológiai nehézség bizonyos alaptételeknél. Szóval soha se fogjuk azt látni, hogy van két felbontás és tök más prímák vannak benne. Mindig ugyanazokat fogjuk látni. Tehát ennek a tételnek a második része a nehéz igazából, vagy nem nehéz. Nekem az egyetemen az első előadáson bizonyították be, az volt, hogy az első fél év 7-től 8-től 10-ig első számelmélet előadáson Sárközi Andrásban bizonyította, hogy ez így van. Én tanultam mondjuk gimnáziumban is, de szerintem legtöbb gimnáziumban nem tanítják a bizonyítást, hogy ez tényleg egyértelmű ez a felbontás. Ezzel kapcsolatban van kérdés? Na, most bebizonyítjuk Euklidesznek egy másik tételét, vagyis egy végtelen sok prímszám van. Azt szokták mondani a matematikusok, hogy minden előadásban kell lennie egy bizonyításnak és egy viccnek, és a kettőnek különbözőnek kell lennie. Úgyhogy most bebizonyítunk egy tételt. Majd később talán. Szóval ez egy indirekt bizonyítás, ami azt jelenti, hogy feltesszük az ellenkezőjét, és valahogy egyszer ellenmondásra jutunk. Ennek az állításnak az ellenkezője az, hogy véges sok prímszám van. Ha véges sok prímszám van, akkor felsoroljuk őket. 2, 3, 5, 7, és lesz egy utolsó, az egy U betű van, és meg utolsó.
És tekintsük a következő számot. Összeszorozzuk az összes ilyen prímszámot, és hozzáadunk egyet. Mindjárt látni fogjuk, hogy mi ennek a trükkje, ennek a számnak. Ez a szám, ugyanúgy, mint minden szám, tehát mint a 300, ez is felbomlik prímszámok sorozatára. Tehát ezeket is fel tudjuk. Ugyanúgy, mint a 300-at. Ha nem prímszám, felbontjuk két szám sorozatára, azok továbbbontjuk, és a többi, és a többi. És akkor most nézzük meg ezt a Q1 prímszámot. Ez a Q1 prímszám, ez osztja az n-et, mivel itt van egy egész szám, amivel egyel az n per Q1. Nézzük meg a 2-t. A 2 nem osztja az n-et, mert a 2, ez a szám, ez osztható a 2-vel, de hozzáadtam 1-et. Tehát ez az n, ez már nem osztható 2-vel. Ugyanígy a 3-mal sem osztható, 3-mal osztva is 1-et fog adni maradékul. 5-tel osztva is 1-et fog maradékul adni. Még az utolsó prímmel osztva is 1-et fog adni maradékul. Vagyis a Q1 osztja az n-et, de ezek a prímek viszont nem. Tehát a Q1 az különbözik ezekkel a prímekkel. Viszont ez ellenmond annak, hogy mi felsoroltuk az összes prím számot. Tehát most kaptunk egy ellenmondást, tehát az a feltételezés, hogy véges sok prím van, ez egyszerűen ellenmondásra vezetett. Tehát végtelen sok prím szám van. Ez világos volt? Bármelyik része megismételhető. Igen? Azt szeretném kérdezni, azt mondtad, hogy a Q1 osztja az n-et, mert van a maradék, a Q2 és a Q3 és a Q-s, ami egy szám. Mi van, ha s egyenlő 1-jel? Tehát n egyenlő Q1. N egyenlő Q1, akkor is osztható egy Q1-jel, n Q1-szer 1. Tehát egy szám osztja önmagát. Akkor is igaz. Egyébként, hogyha kipróbálja az ember ezt a receptet, nagyon sokszor tényleg az van, amit a Bence mond, hogyha mondjuk 2x3, azt veszi, 2x3 plusz 1 az 7, az pont egy prímszám. 2x3x5 az 30, meg 1 az 31, az megint prímszám. Szóval igen gyakran tényleg az lesz, hogy n magában is egy prímszám, de nem mindig. Én nekem sem kérdésem. Igen? Semmi hát, más hogy azt mondod, hogy az egy, az nem prímszám. Nem. Most az n, nagy n. Igen. Az lehet prímszám, nem? Két százalékos, stb. Plusz 1, akár kettem, lehet, tehát a következő. Az lehet, hogy tényleg csak ez a Q1 van. De akkor a prím önmagával mondhatom fel, tehát ez még nem mondás. Tehát mert akkor a Q1 az egy. Nem, csak nem így kell, hogy ez az magában egy felbontás, a 7-nek az felbontás, hogy 7. És a 7 osztható 7-tel, 7 per 7 az 1, ami egy egész szám. Tehát itt csak annyit használunk ki, hogy a Q1 prímszám, ami osztja ezt a számot. Viszont a többi prímszám az meg nem osztja az n-et. Tehát egy más tulajdonsága van a Q1-nek, mint a többi prímszámnak. Még kérdés? Nincs? Túl jutottunk a legnehezebb részén az előadásnak, mert ez volt a bizonyítás. Itt jön egy meglepetés, hogy ugye a végtelen sok prímszám van, de nagyon-nagyon nehéz bemondani, hogy egy szám az prímszáma vagy sem. Tehát, hogyha mondjuk én megkérdezném tőletek, hogy oké, 221 és a 223 közül az egyik prímszám a másik, melyik a prímszám közülük? Nem hiszem, hogy bárki csettintésre rámondaná. Tép, hogy melyik? 223. 223 a prim szám. És a 221 a miért? A 63-ban. Nem. Jó próbálkozás van. Értem. 13x 17. Nem volt egy könnyű feladat. Tehát valahogy az van, hogyha idehoznak nekünk egy számot, és megkérdezik, hogy az prím száme, az nem egy olyan nagyon magától érthetődő kérdés. Na most ez a jelenlegi legnagyobb ismert prím szám, 22.338.618 jegyű. Most megkérdezhetné az ember, hogy ez mi a fenére jó? És a válasz az, hogy ez valójában magában semmire nem jó. Ez olyan, mint a hegymászás, igazából az a kérdés, hogy meddig tudunk eljutni. Egyre kifinomultabb módszerekkel, egyre gyorsabb számítógép, egyre gyorsabb algoritmus, és
határfeszegetésről szól valójában. Az, hogy ez prímszám, az... Pont ez a prímszám, ez nem egy olyan nagyobb fontos dolog. Akkor ez igazából csak a technikai fejlettségünket mutatja. Nem csak a technikai, a matematikai tudásunk fejlettségét is mutatja. Tehát, hogy milyen gyors algoritmus. Majd látni fogjuk, hogy hiába jó számítógép, hogyha matematikailag nincs elég tudás. Ezt majd látni fogjuk. Na most általában egy néhány száz jegyű számról gyorsan meg tudjuk mondani, hogy prím számát. Erről van egy jó algoritmusunk van erre. Amint látható, itt valami disznóság van, ez sokkal nagyobb, mint pár száz jegyű. Ez azért van, mert amint látható, ez egy nagyon speciális szám. Egy halom kettest összeszorítunk és levonunk belőle egyet. Ezekre a számokra, amit úgy hívnak, hogy a prímek, hogy merzen prímek, ezekre van egy sokkal, de sokkal gyorsabb algoritmusunk. Tehát, ami tényleg nagyon-nagyon-nagyon gyors. Így jóval nagyobb számokat tudunk leellenőrizni. Na most, ha azt állítottam, hogy néhány száz egyű számokról gyorsan meg tudjuk állapítani, hogy prímszám, akkor nyilván arról van szó, hogy néhány száz egyű számokat könnyen fel tudunk bontani prímek szorzatára, vagy legalábbis eldönteni, hogy melyik két szám szorzata. Most ez nincs így. Nem tudjuk általában gyorsan felbontani prímek szorzatára egy 700 jegyű számot. Ez elsőre meglepő lehet, hiszen hogy van az, hogy én meg tudjuk mondani egy számról, hogy prím száma, miközben nem is tudjuk felbontani a számokat. Hogy egy analógiát mondjak az életbe, hogy az érthető legyen, tegyük fel, hogy valaki bemegy az orvoshoz 39 fokos lázzal. Az orvos nem fogja tudni egybe, hogy milyen betegség. Lehet, hogy valami vírusos, influenza, valamivel elrontotta a gyomrát, vagy valamit összeszedett múlt héten Afrikában. Nem fogja tudni, hogy milyen betegsége van, de egy biztos, hogy beteg. 39 fokos láza van az embernek, az beteg. Tehát ez arról szól, hogy ez az analógia, hogy a prímszámoknál nem azt tudjuk megmondani, hogy az összetett számoknál, hogy melyik két szám szorzata, hanem az, hogy van valami, ami kimutatja, hogy ők nem prímek. És megmutatom, hogy mi ez. Ez is egy nehezebb számrendez. Ha van egy P-prím, és veszük a kettő, a P-diken mínusz kettő számot, az mindig osztható lesz P-vel, hogyha P egy prím. Ha például veszük az 5-öt, 2 az 5-en az 32, levonok 2-t, az 30, az 6x5. A 2 a 7-en mínusz 2, az 128 mínusz 2, az 126, az 18x7. 2 a 11-en mínusz 2, az 2046, az 186x11. És valójában az az igazság, hogy a 2-es egyáltalán nem fontos, bármilyen számot ide lehet írni. Tehát 3 az 5-en mínusz 3, az 240, az 48x5. Na most nézzük meg, mi történik, ha ezt megpróbáljuk a 6-osra eljátszani. 2 a 6-on, tehát 6 darab 2-est összeszorzunk, az 64, levonunk 2-t, az 62, és az 6x10 plusz 2. Ez nem hozható 6-tal. Ha ugyanezt elpróbálom játszani a 10-re, akkor azt látjuk, hogy az 2 a 10-en mínusz 2 az 1024, mínusz 2 az 1022, az sem hozható 10-zel. Tehát ebből, hogyha valaki elhiszi, hogy ez igaz, tényleg mindig egy egész számot látunk itt, már is tudjuk, hogy a 6-os és a 10-es az nem prím szám, ha eddig valaki még ezt sejtette volna. Na most ez elsőre nagyon nagy hülyeségnek tűnik, mert ezek jóval nagyobb számok, mint amikről el akarjuk dönteni, hogy prím száma vagy sem. De az igazság az, hogy ez egy nagyon algoritmikus dolog, és valójában minket nem nagyon érdekelnek ezek a nagy számok, hogy most itt 186 van, az senkit nem érdekel, igazából csak azt akarja az ember eldönteni, hogy az a szám 11-en osztható vagy sem. És ezt meg lehet csinálni, és ebből tényleg lehet prim tesztet csinálni, tehát ezzel ki lehet szűrni a számokról, hogy azok nem prímek. Persze tényleg meg kell oldani ezt a technikai problémát, hogy nem akarjuk kiszámolni ezeket a nagy számokat. Képzeljük el, hogy itt egy 200 jegyű számok, kettő egy 200 jegyű számadikon, nem fogjuk tudni kiszámolni. Csak hogy érezzük, hogy milyen nagy szám, az atomok száma az
a világegyetemben azt ők 10 a 90-en tippelik, tehát 1-1-es után 90-0, tehát az egy 91-jegyű szám. Na most én egy 2-t felemelek egy 200-jegyű számra, hát az valami bődületesen nagy szám. De azt nem akarjuk kiszámolni, minket tényleg csak az érdekel, hogy végeredményben ott lesz-e egy osztatóság vagy sem, és ezt meg lehet csinálni. A másik apróság, hogy ez még nem tökéletes ez a teszt, ezen átcsúszannak összetett számok. Az 561, az például nagyon trükkösen úgy tud csinálni, mintha ő prim szám lenne. Tehát ha például kiszámoljuk 2 az 561-en mínusz 2-t, az 561-en fogaszható lenni. De nem prim szám, tehát ha jól emlékszem 3-szor 11-szer 17. Szóval egy kicsit finomítani kell, de ezt megoldható. Szóval összefoglalva, általában egy számítógépnek az összeadás szorzása szuper gyorsan működik. A prim teszt is elég gyors, tehát egy 1000-jegyű számot el tudjuk dönteni. Ez a prim faktorizációt, tehát hogy felbontunk számokat, prim számok szorzatára, ez nagyon-nagyon-nagyon lassú. Egyszerűen, hogy érezhető legyen, hogy mennyire lassú, azt szokták mondani, hogy ha egy 700 jegyű számot a jelenlegi leggyorsabb számítógéppel, a jelenlegi leggyorsabb algoritmussal faktorizálni akarunk, akkor az nem fog megtörténni addig, ameddig a nap ki nem hűl. Tehát, hogy ennyire lassú. Van egy érdekes dolog. Kitűztek számokat, hogy milyen gyorsan tudják faktorizálni különböző csoportok. A legnagyobb ismert szám, amit faktorizáltak, ezek ilyen tesztfeladványok, hogy na, ezt faktorizáljátok. A legnagyobb az 232 jegyű. Tehát sehol nem vagyunk 700 jegyű számokhoz képest. Persze az a kérdés, hogy mi a fenének akarunk egyáltalán 700 jegyű számokat faktorizálni, ez egy nem túl természetes kérdés, ez majd ki fog derülni, hogy miért akarunk, vagy éppen miért nem akarunk igazából, ez fog kiderülni. Emellett még az utóbbi néhány évben rengeteg mindent megcsináltak a matematikusok, igazi áttörések voltak itt a számelméletben. Vannak problémák, amelyek ma is nyitottak. Például már az ókori görögök is sejtették, hogy végtelen sok olyan prim pár van, hogy 2 a különbség. Tehát a 29 és a 31 is pont prim, és a különbség 2, 17-19 is. És az volt a sejtés, hogy végtelen sok ilyen van. Ezt még nem tudjuk bebizonyítani, ez nehéz. De egy-két évvel ezelőtt óriási áttörés volt. Ma már be tudjuk bizonyítani, hogy végtelen sok olyan prim pár valahol itt a különbség az legfeljebb 500. Ez úgy történt, hogy egy Yitang Zhang nevű matematikus egy vagy két évvel ezelőtt bebizonyította ezt 70 millióval, és azóta faradták le ezt a számot. Komolyan, vannak ilyen komoly projektek, hogy összeállnak rengeteg matematikus, és igazából nem is 500, hanem 246 most a rekord éppen. De ez például egy olyan eredmény, amit én azt gondoltam gimnazistaként, hogy ezt nem az én életemben fogják elérni. Tehát ez nagyon meglepő, hogy ezt meg tudták csinálni. Na jó, ennyi volt az elméleti matematika, és most jöjjön titkosítás. Ezt jobban érte az ember, hogy mire jó, mert már ha hallott az ember arról, hogy a második világháborúban a németeknek volt enigma volt az enigma gépük, amit titkosított, meg általában érti az ember, hogy ez határozatilag mennyire fontos dolog. Valójában már Julius Cézárnak is volt titkosítása, és a Julius Cézár például azt az egyszerű dolgot csinálta, hogy mindig volt egy szöveg, amit el akart küldeni valamelyik hadvezérének, akkor minden betű helyett a négyen rákövetkezőt írta be. Ez is egy olyan titkosítás, amit ide írtam, hogy vettem egy mondatot, és átcserélgettem minden egyes betűt. Egy perc múlva el fogom árulni, hogy mi az eredeti szöveg. Nem fogjuk tudni
megfejteni, de azért rá akarok mutatni valamire. Ez a szöveg baromi sok V-t tartalmaz. Itt van egy V, itt van egy V, itt van egy V, itt van egy V. Mit tippeltek? Melyik betű lehet a V? E a válasz. És pontosan ez a hibája ezeknek a titkosításoknak, hogy van egy nagyon egyszerű törési módja. Tegyük fel, hogy van egy egyoldalas szövegünk, és azt csináljuk, hogy megszámoljuk, semmi gondolkodás, csak megszámoljuk, hogy melyik betűből mi van. Na most a statisztika azt mondja, hogy ez olyan, hogy ez jól mintavételezi azt, hogyha egy nagyon nagy szövegből csinálnak, vagyis mondjuk az összes szövegből. Na most minden nyelvre van egy jellemző adatsor, hogy melyik betűből hány van. Egyszerűen össze kell vetni, és azonnal tudja, hogy ez itt az E betű, ez itt az A betű, ez itt az E betű. Ezt a törési módszert már a 15. században ismerték. Ez milyen nyelven van különben? Ez egy nagyon jó kérdés, mert amikor fel akarnak törni szövegeket, az első dolog, amit meg kell tippelni, az, hogy milyen nyelven van. Néha ez régi szövegeknél nem is olyan triviális, mert vannak emberek, akik jól beszéltek németül, latinul, olaszul, és ez tényleg egy fontos kérdés. Tehát általában, amikor régi kódolásokat megpróbálnak feltörni, az első kérdés, hogy milyen nyelven van. Ez magyarul van. Ez az eredeti szöveg, hogy háromféle ember van, aki tud számolni, aki nem. Itt van a régi bölcsesség. Itt van, hogy mit csináltam, a H helyet L-et írtam, az A helyet Z-t írtam, és látható, hogy hol is van az E helyet, mindig B-t írtam. Tehát ez egy nagyon gyenge titkosítás, sem ajánlom. Egy másik probléma is van ezzel a titkosítással, ami elsőre az ember nem gondolja, hogy baj, de valójában igen nagy baj. Mégpedig az, hogyha én most tegyük fel, akarok egy titkosított szöveget küldeni a Gitának, először el kell mondanom a Gitának, hogy hogyan csinálom. Tehát egy másik útvonalon el kell juttatnom hozzá a titkosítást. Tehát valahogy előre el kell juttatnom azt, hogy mit fogok csinálni. Ez valójában egy nagy probléma, mert mai világban nem tud, mikor minden egyes e-mailt szeretnénk titkosítani, nem tudunk állandóan előre elküldeni valami titkosítást, hogy fogjuk csinálni. Arról nem is beszélve, hogy nagyon nehéz, hogyha nagyon sokan vannak a környéken. Ezt értsék úgy, hogy mondjuk én azt mondom, hogy Bence, most fogok neked titkosítani, kérem, ne figyeljenek te. Tehát ez nem megy, mikor túl sokan vannak a környéken, és az internet egy olyan hely, ahol túl sokan vannak a környéken. Úgyhogy ez az egyik problémája, de nézzük meg, hogy egyáltalán mit várunk el egy titkosítástól. És itt van egy, ami kicsit meglepő lehet, mert az első az nyilvánvaló. Tehát azt várjuk, hogy csak azt tudja elolvasni, akinek írtunk, ez nyilvánvaló. Kiderült, hogy van egy másik, ami fontos, az, hogy a nevünkben senki más ne tudjon üzenetet küldeni. Gondoljunk be csak abban, hogy mikor a második világháborúban a britek feltörték az Enigma kódolását, nem is az volt a legnagyobb előnyük, hogy ezen túl el tudták olvasni, hogy mit akarnak a németek. Onnantól úgy dezinformálták a németeket, ahogy akarták. Tehát annyi üzenetet írtak, amennyit csak tudtak. És ez fontos. Persze az ember azt gondolná, hogy hát az elsőből ez kiderül, hogyha én át tudom olvasni a titkosítást, akkor nyilván az írta, akire számítok, de ez sajnos nincs így, és ezzel még lesz némi problémánk. Hogy megértsük, hogy lehet megcsinálni egy olyan titkosítást, ahol nem kell előre megadni azt, hogy hogyan fog titkosítani, megint egy analógiával nyúlok, mint a betegségeknél. És tegyük fel, hogy egy postaszolgáltatást indítunk egy országban, és az emberek ládákat küldözgetnek egymásnak, de nem nagyon bíznak a postásokba, ezért nyilván le akarják zárni lakatnak. A lakat fogja jelenteni azt, hogy titkosítunk, a kulcs meg az, hogy dekódoljuk a titkosítást. Tehát az első gondolat az, hogy mindenki ráteszi a saját lakatját, valahogy elküldi, és valahogy a kulcsot meg valami más útvonalon elküldi.
és ez nem igazán működik. És itt van egy első megoldási javaslat, ami a való életben nem működik csak az interneten. Tehát ez a megoldás az, hogy mindenki beadja a saját lakatját, amit lemásolnak és szétszórnak az országba. És ezután, hogyha én a Gitának akarok egy ládát küldeni, akkor nem azt csinálom, hogy a saját lakatomat teszem rá, hanem bemegyek a postára, elkérdem a Gita lakatját, ráteszem a lakatot, és elküldöm a Gitának. A Gita, aki megtartja a saját kulcsát a titokban, persze azt nem adja ki, ő képes lesz kinyitni. Tehát ez az ötlet, hogy valójában nem a saját titkosításunkat használjuk, hanem éppen a címzettét használjuk. Mert az is fontos, hogy a lakatot te csak bezárni tudod kinyitni. Igen. Ezzel még további problémák is lesznek. Igen. Tehát a lakatot valóban be tudjuk zárni. Igen. Honnan tudjuk, hogy a címzetnek melyik lakat? Bemegyünk a posta, ezt úgy kell elképzelni, hogy a posta, ami nem csak posta, hanem lakattároló is. Bemegyünk és azt mondjuk, hogy mi szeretnénk a Gitának küldeni egy csomagot, és akkor azt mondják, hogy postás, ó igen, ez lesz a lakatja, bele is van vésve a neve, azt odaadja, nyitva van a lakat, és mi így rátesszük, és akkor boldogan rátesszük. Tehát a posta mindenkinek a lakatját tárol. Mindenkinek a lakatját tárol. Az egyéni. Igen. Ez borzasztóan rosszul hangzik az életben, ezt elismerem. Az interneten azért nem probléma, mert valójában ez a lakat, ez valami szöveg vagy titkosítás, és ez olyan, mint amik egyszerűen telefonkönyvből kikeresik, hogy kinek hogy kell titkosítani. Tehát valóságban ezért nincs probléma. Viszont tehát ez az első próbálkozásom. Na most ez a megoldás nem tökéletes. Az egyik apró problémája, hogy még bárki küldhet bárki nevében csomagot. Például bemegyek a postára, és azt mondom, hogy én Béki Bence vagyok, és a Gitának szeretnék csomagot küldeni. Ez nem fog stimmelni, de simán el tudjuk, a postán nem fogják tudni, hogy mi nem azok vagyunk, akik. Ezért erre is van egy kicsi trükk, hogy továbbfejlesztjük a posta és lakattárolónkat, most már posta, lakat és kulcshivatal lesz. Mindenki bead nem csak egy lakatot, hogy neki így kell küldeni, hanem mindenki lead egy kulcsot is. Tehát megtartja a saját lakatját, de a kulcsát beadja. Ez nagyon furcsa lehet elsőre, hogy a lakatot tartjuk meg, és a kulcsot adjuk be, és ezek után azt csináljuk, hogy a ládára, még ez se lesz egyébként, de azért felrajzolom. Tehát itt van egy láda, rátesszük a címzett lakatját, és ráteszünk egy saját lakatot, de ennek a kulcsát viszont odaadjuk mindenkinek. Na most ez miért kicsit jobb, mint az előző, mert ha Gita megkapja az én ládámat, akkor egyrészt ő leszedi a saját lakatját, másrészt bemegy a posta hivatalba és elkéri a nyilvános kulcsot, amit én leadtam minden postának, és mivel ki fogja tudna nyitni az én lakatomat, ezzel tudni fogja, hogy ez az én lakatom. Ez mennyivel jobb, mint az előző? Jobban be tudlak téged azonosítani? Tehát tudni fogod, hogy az én lakatom van rajta, mert ki fogod tudni nyitni a kulcsommal. Tehát azzal a kulcs, amit én adtam csak. A probléma az, hogy ezt hülyén csináltam sajnos, mert ezt a lakatot nagyon könnyű leszedni. Ez bárki leszedi. A postás például azt csinálhatja, hogy én küldök valamit a Gitának, a postás leszedi az én lakatomat, és utána ráteszi a sajátet, és azt mondja, hogy ezt ő küldte, nagyon jó fej. Egy icipici javítást csinál az ember ezen, az, hogy két ládát használunk. A belső ládára rátesszük a saját lakatunkat, a külső ládára meg rátesszük a címzett lakatját. Ezután
az történik, hogy most már belül van az én lakatom, azt már nem fogja leszedni senki. A Gita leszedi a saját kulcsával a saját lakatját, kinyitja, kiveszi a belső ládát, a belső ládához elkírja az én kulcsomat, most már, és ha az nyitja, akkor ezt tényleg én küldtem. Ez a... Mindig a posta maga a veszély. A posta még mindig beszél. A posta mindig beszél. Nem mindez a kulcs, hogy ezt nem bármit kinyit. Nem, a postának nincs ehhez kulcsa. Tehát a címzett lakatjához nincs kulcsa, azt mindenki megtartja magának. Nem. Kétféle lakat van, vigyázzat, kétféle lakat van. Van egy lakat, amit nyilvános, ez egy nyilvános lakat. Elkérhetem a postán, de a kulcsa nem nyilvános. A kulcsa az csak a Gitának van. Oké, tehát a kulcs az nem nyilvános. Ennek, ez viszont titkos lakat, ez a meglepő, és ennek a kulcsa van nyilvános. Oké. Tehát a Gita lakatját nem fogják le tudni szedni, még a postások sem. Miután bement postára elkérdezett az úr, és kinyitotta a telefonodat, a Gita megtartatja a telefonodat. Ez nem olyan. Egyszer volt valamit. Meg a Gita nem csinálna. Igen. Nagyjából az a válasz egyébként, hogy ez egy egyszer használatos lukat. És mindjárt megnézzük, hogy ezt hogy csináljuk formálisan kódolásokra. Mit jelent a kódolásokban ez? Van először is C az a címzet, az L az, hogy lakat, tehát hogy az titkos. Na most ennek ellenére ez lesz az a külső. Ennek ellenére ez egy nyilvános dolog, és ez szövegből egy titkos szöveget csinál. Ez a TCK, ez a kulcs hozzá, ez visszakódolja ezt. Tehát ez titkos szöveget csinál, ezt viszont az üzenet, ez a címzet bekódolása, viszont ezt megtartja magának a címzet. Van a küldőnek is egy titkosítása, ő is csinál szövegből egy titkos szöveget, ezt a küldő megtartja magának. Végül van egy kulcs, amit viszont nyilvánossá tesz. Na most tegyük fel, hogy van egy M üzenetünk, és akkor a következőt csináljuk. Először rátesszük a küldőnek a lakatját, tehát ez a belső láda. Aztán rátesszük a címzetnek a lakatját, ez a külső titkosítás. Na most mit csinál a címzet, hogyha el akarja olvasni? Először is a saját kulcsával kinyitja, amit titkos. Tehát ezt megtartja magának, ez titkos, de most, mivel ez a kettő, ez oda-vissza kell szöveg, titkos szöveg, tehát ez most megadja ezt. Ez olyan, mint most vagyunk a belső ládánál. És ezután ráengedi a nyilvános dekódolását erre. Ebből fogja tudni, hogy én küldtem az üzenetet. Tehát ez a titkosítási séma, amit használnak. Ezt használja a blockchain is? Micsoda? Blockchain ezt használja a Bitcoin-nak a rendszere, HP-rendszere. Nem tudom, de valószínűleg igen. Szóval ez még az általános séma. Itt még nem szokott eltérés lenni. Innen jön az eltérés a titkosítások között. Hogy itt van egy kérdés, hogy oké, ott a lakatnál értjük, hogy valahogy nem tudjuk kinyitni azt a lakatot. De hogy van ez a titkosításoknál? Ha például veszük a Julius Caesar titkosítását, és ő nyilvánossá teszi, hogy négyel el fogja tolni, hát mindenki vissza tudja fejteni, hát ez vicce, csak négyel vissza kell tolnunk. Tehát úgy tűnik, hogy ez valójában titkos üzeneteknél nem fog működni, mert egyszerűen, hogyha valaki megmondja, hogy titkosít, akkor nekünk csak vissza kell csinálni. És ez a dolog, hogy ez viszont nem igaz, nem feltétlenül igaz, és ezt most demonstrálni fogom egy titkosítással. Ez nem egy nagyon jó titkosítás, mert a világon elég sokan fel tudják törni, de remélhetőleg is senki a teremben. Tud valaki vietnámiul? Na, a vietnámi nyelv az egy nagyon jó titkosítás. Te tudsz? Nem. De van, hogy a vietnámi szóltál.
Tehát, itt van a, ez itt a angol-vietnámi, és itt van egy vietnámi szó. Tehát én kikerestem egy angol szót az angol-vietnámiból. Na most, ez egy titkosítás, angolról vietnámira titkosítottam. Ezt egy vietnámi könnyen megtehetem. Sőt, én is meg tudom fejteni, mert egy vietnámi angol szótáram is van, de ezt meg is tartom magamnak. Viszont bárkinek felajánlom, hogy az angol-vietnámi szótárból keressen meg ezt a szót. És akkor ez rá is mutat, hogy miért nem lehet feltétlenül visszacsinálni. Kicsit munkás. Túl sok. Szóval nem feltétlenül lehet visszacsinálni. Ahhoz, hogy ilyen titkosításunk legyen, viszont bocsánat, kell... Bocsánat. Azt mondja, hogy nem feltétlenül lehet megfejteni. Meg lehet fejteni, csak sok munkát. Nagyon sok idő kell. Na de matematikailag meg lehet fejteni. Mindent meg lehet, mert egyszerűen végig listázza az összes szöveget. De az, pont az a lényeg, hogy túl sok van belőle. Ez még egy gyenge titkosítás, ez az angol-vietnámi, mert csak szavakat titkosít, de mi van, ha mi egész szövegeket titkosítunk? Képzeljétek el, hogy van két darab egyoldalú szöveg, egy betűben eltérnek, és teljesen más a kimeneti kódolás. Akkor már ez már egy számítógépnek is probléma. Igen, szóval a vietnámi nyelvben akár egy betűeltérés teljesen más szója. Nem, az nem. Ez nem, 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 ez nem. Nem, nem, ez. Nem a vietnámi, nem általában a vietnámi, hanem van olyan kódolás. Van olyan kódolás, hogy egy teljes szöveg, egy betű eltérés, teljesen más kapunk. Nem a vietnámi ilyen, hanem ilyen. Ez a kódolás, ez egy számítógépnek semmi. Egy számítógép tényleg pillanatok alatt végigolvassa a vietnámi angol szótárt, de hát mindenki a saját szintjének megfelelő feladatot kap. Mi nekünk ez a nehéz, a számítógépnek az a nehéz, hogyha annyi adat van, amennyi atom a világban 10 a 90-en, azt már nem fogja végig olvasgatni pár pillanat alatt. Tehát ez egy fontos dolog, hogy mindig a saját szintünknek megfelelő feladatokat csináljunk. Egy számítógép nyilvánvalóan 100 000 jegyű számokat gyorsabban ad össze, mint mi 3 jegyűeket. De... És nem mondod, hogy mit jelent azt? Azt jelenti, hogy matematika. Tanulni fog? Meghallgattam a fordítájába, hogy ott kell ejteni. Nagyon rossz dolog, mert például nekik egy valami kezdetük van, van visszafelé kezdetünk, nem tudom, hogy észrevették-e, de itt egy pont is van az ó alatt. Ez. Nagyon alapos volt. Igen, nem igen. Na most, persze, oké, de ebből, hogy most téletében a vietnámi angol nyelvet, most kéne valami nekünk, amit könnyű egyik irányba csinálni, de másik irányba rettenetesen nehéz. Faktorizálni. Nyelv. Ez az. Két számot össze tudunk szorozni, de egy számról megmondani, hogy melyik két szám szorzata, az nagyon nehéz. És pontosan ezt fogjuk használni. Persze nem érti az ember elsőre, hogy ebből hogy lesz titkosítás, ops, az élet az ékezet, nem az élet. Hogy csináltad? Latekbe írtam, és latekbe úgy csinálja az ember, hogy az ékezeteket így feltesz az ember, és hogyha kifelejtett betűt, akkor a következő betűre tesz az ékezetet. Most azt mondja az ember, hogy ez egy nagyon hülye szoftver, de viszont matekra nagyon jó. Tehát, és magyarul meg rendkívül kevés szerűrók eladást. Meg lehet vele a hosszú gép is. Sok minden. Hosszú gép is lehet találni. Hosszú gép. Na most hogy lesz ebből titkosítás? Most van egy elvünk, hogy két szám szorzatát könnyű kiszámolni, de felbontani nehéz. Egyébként ez egy érdekesség, nekünk az a benyomásunk, hogy valahányszor valaki előjön egy ilyen jelenséggel, vagy valamit egy irányba nehéz csinálni, de visszafelé, vagy egyik irányba könnyű, de visszafelé nehéz, vagy előbb-utóbb lehet belőle egy titkosítás. És ebben az esetben,
három matematikus, Rivers Sami Rádamanatta meg, hogy hogy kell ezt csinálni. Most ez messze a legbonultabb szlájdom itt, és mielőtt neki mennénk annak, hogy ez hogy működik, inkább felejtsük el a legnagyobb részét, és koncentráljunk tulajdonképpen csak az utolsó két sorra. Na most, az első dolog, hogy itt egy számolgatás lesz, tehát hogy valami hatványozást fogunk csinálni, és nem világos, hogy most a jó reggel szövegnek mi a 16. hatványa. Na most az a megfejtés, hogy minden szöveget el tudunk egy számnak oldani. Egyszerűen betűnként például azt csináljuk, hogy az A1, a B2, a C3, itt és így tovább, és utána egymás mellé írjuk a számokat, még valahogy biztosítjuk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Valójában ezzel nem kell küzdenünk, mert ez már régen meg van oldva, hiszen a számítógépen minden egyesek és nullásokként van megadva, tehát ezzel egyáltalán nincs gondunk. Tehát a szöveg, vagy a üzenet, az ezután egy szám lesz. Tehát például M=20, azt mondjuk, hogy az egy üzenet. Na most ez a titkosítás azt csinálja, hogy veszi a 20-at, és felemeli egy hatványra, például a 17. hatványra, és vesz ezt nagy számot, ezt a nagyen számot, és annak a maradékát adja meg. Tehát itt tudjuk, hogy ha 13-mal elosztunk egy számot, akkor utána az fog a maradékot adni 0-tól 12-ig. És ez a maradék lesz a titkos szöveg. Maradék ennél osztva. A meglepetés, tehát ez egy nagyon egyszerű titkosításnak tűnik, csak hatványozunk, leosztjuk egy számmal, megnézzük a maradékát, és az lesz a titkosítás. És ráadásul az derült, hogy nagyon könnyű dekódolni. A dekódolás konkrétan annyi lesz, hogy egy másik szám, hogyha kaptunk valami titkos üzenetet, a titkos üzenetnek egy másik hatványa lesz az eredeti. Na most felírtam, hogy milyen lépéseket kell csinálni. Végig csinálhatunk egy példát egyébként, ha akarják. Megcsináljunk egyet? Igen. Na, akkor most törlök a... Ott van a szivacs, hogy tehát most egy preparált példa lesz. Azt akartam egyébként, hogy itt szabadon meg lehessen adni pincámunkat, meg írtam egy pici programot, de aztán kiderült, hogy nincs interneten, úgyhogy a következő kell két prímet választanunk, választjuk a 11-et és a 17-et. Akkor kiszámoljuk a szorzatot, tehát ez a két prímszám. Kiszámoljuk a szorzatokat. Ez 187. Kiszámoljuk ezt a kicsi misztikus számot, ami legyen k, azt a p-1-k-1-et, tehát ami itt van. Ezt most nem értjük, hogy minek számoljuk ki, oda is írtam, hogy ez misztikus, de 160, mert 10×16. Igen. Választunk egy D-t, én most ezt a D-t ezt kicsire választom, mert baj lesz, hogyha nagyobb számot kezdünk el itten választani, mert hatványozást azt azért én sem számolom valami gyorsan. Na most az E számot úgy fogjuk megválasztani, hogy a D-szere, tehát a 3-szor E, az valahogy egy E plusz K-szor ez a szám legyen 160. Na most, hogyha K=2-t választjuk, akkor az E-t választhatjuk 107-nek. Oké, tehát most már van, minden megvan, és ezután hogy titkosítunk? Például, hogyha az M=6, akkor azt csináljuk, hogy veszük a 6 a köbönt, az 216,
elosztjuk maradékosan 187-tel, hát egyszer van benne meg a 187, mert 13, meg 16 az 29. Ő lesz a titkos üzenetünk. Tehát, hogyha ő volt az üzenet, a 6, akkor a titkos üzenet a 29. Melyik két szám nyilvános? A D meg az N? A D nyilvános, ő nyilvános, meg az N nyilvános. Oké? Okay. És azt mondja ez a videó, hogy ha vissza akarjuk kódolni ezt a titkos üzenetet, akkor azt kell csinálnunk, hogy vesszük a 29-et, felemeljük erre az E számra, ami 107, na ez az, amit én most nem vállalok. Most akkor valaki aláírt nekünk, mert aki ezt kiszámolta. Nem, ez csak egy pár. Tehát itt arról van szó, hogy tegyük fel, hogy már hogy mi most csak egy párt adunk meg, nem csináljuk végig ezt az egész mizériát. Csak egy párt nézünk meg, hogy az hogy kell titkosítani. Tehát az a kérdés tulajdonképpen, hogy ha mi megadjuk azt, hogy D egyenlő a 3 és ezt az N értéket, akkor valaki vissza fogja tudni a 29-ből fejteni. De ő nem tudja a 107-et. Ő nem tudja a 107-et, igen, ez egy fontos dolog. Egy csomó minden titkos. A P, a Q és az E, az mind a miért. Most megkérdeztetitek, hogy miért kell titkossá tenni a P-t és a Q-t. Azért, mert akkor már minden számolható. Ha P-t és Q-t tudjuk, akkor látjuk, hogy ki tudjuk az E-t is számolni. Hát a 29 a 107-en az valahányszor 187, és még azt állítom, hogy plusz 6. Ahol ez akár nem ugyanaz a K, mint a ez nem ugyanaz a K, hanem ez valami K-C. Szépen nem használtam ennél. Tehát akkor most valaki a 6-t el akarta nekünk küldeni, hogy igazából aláírta meg a 3-at, tudja kiszámolva a 29-et. A 29 elküldte, aki hallgatózik, az a 29-et látja, de a 6-ot nem, és a 6-ot nem tudja visszaszámolni, mert ahhoz tudnia kéne a 107-et, igen, titkos. Igen. Vagy fordítva, ha valaki el akarja küldeni nekünk a 6-ost. Nem, ha én el akarom küldeni valakinek a 6-ost, és ő tudja a 3-at és az N-et, a 187, akkor én a 6-ot a 107-edik hatványra emelem, azt a számot küldöm el neki, és akkor ő onnan a 6-adik hatványra emeli, és onnan tudja rekordolni. Nem tudom, mennyire tudták követni. Világos volt. Szóval ez a titkosítás, tipikusan elárulom, hogy mondjuk szerencsés 300-400 jegyű prímszámokat választani. Ez most elsőre egy picit furcsa, hogy egyáltalán hogy tudunk prímszámokat választani. Annak az a trükkje, hogy ők elég sűrűen vannak, és van hozzá egy nagyon gyors tesztünk, hogy ők prímek vagy sem. Tehát egyszerűen körülbelül választunk 300-400 jegyű számokat, és a környékén megpróbálunk találni egy prímszámot. Mi megtaláljuk a két és út, ezt utána megtartjuk, de nyilván azt sem tesszük a szorzatukat. Tehát, hogyha nem prímszámot választunk P-nek és Q-nak, akkor ez az egész nem működik. Ez így van. Ez így van. Valójában kicsit módosítani lehetne, de nem érdemes. Tehát valahogy az van, hogy ez a prímfaktorizáció messze akkor a legnehezebb, hogyha két nagy prímszámot szorzunk össze. Ha egy számnak van egy halom kicsi prímosztója, akkor nagyon gyorsan faktorizáljuk. Az sem véletlen, hogy de különböző számokat írtam, ha P és Q nagyon közel van egymáshoz, szintén lehet faktorizálni gyorsan. Tehát vannak dolgok, amelyekre oda kell figyelnünk, mert rovasz emberek már kidolgoztak támadási dolgokat. De ezeket mind el lehet kerülni. Na most, amit akarok még megjegyezni, hogy itt van egy dolog, ami nem jó érzéssel tölti az embert, az, hogy ez az egész titkosítás azon múlik, hogy mi nem tudunk nagy számokat faktorizálni.
De erről nem tudjuk bebizonyítani, hogy ezt nem tudjuk, vagy ilyesmi. Ez lehet, hogy jön egy ember és egyszerűen faktorizál, és akkor tényleg nagy bajban vagyunk, mert ez a kódolás védi a világ bankszámláinak legalább 10%-át. Igen? Ez mikor ez a 1983-ban már amerikai szabvány volt. Egyébként az egyik amerikai egyetemé volt a szabvány, 1983-tól 2000-ig. Lehet tippálni, hogy melyiké? MIT. MIT. De gondolom, akkor nem 300-400-ig volt a... Akkor nem. Sokkal kisebb, igen. Én most néztem utána, hogy mi az ajánlás, azért is választottam 700 együtt, mert eredetileg, amikor írtam a szlájdokat, akkor 500 együtt írtam be, hogy en az egyen kb. 500 együtt, és aztán megnéztem az ajánlást, és kiderült, hogy 2048 bit, és ami azt jelenti, hogy 617 együtt kb. Az ajánlás. Tehát a 700 az nagyon mint 617 együtt. Már szabványos, amit csinálni. Szóval ez egy kicsit aggasztó, hogy valójában nem azon múlik a titkosításunk, hogy valamit tudunk, hanem azon, hogy valamit nem tudunk. Ennek ellenére ez mindig egy nehéz kérdés a titkosításoknál, hogy valami vadonatújat használjunk, de arról kiderülhet, hogy könnyen törhető, csak még nem elég ember gondolkozott rajta. Vagy használjunk valamit, amit már nagyon sokan kipróbáltak, még senki nem törte, és reménykedjünk, hogy ez nem változik meg a jövőben sem. Azt mondtad, hogy 10%-a a titkosításoknak ilyen. Minimum szerintem. Igen. A maradék, az törhetett jobb, mert nem arra vagyok kíváncsi, hogy most mondd el az összeset. Csak hogy jobbak, rosszabbak vagy? Mások, tehát van elliptikus görbéken alakuló, majdnem mindegyik számelméleti egyébként. Tehát ez egy nagyon meglepő, mert a 20. század elején megkérdezték egy számelmélet, hogy mire jó a számelmélet, és az volt a válasz, hogy disszertációkat lehet írni belőle. És azóta meg kiderült, hogy ez a tulajdonképpen az egyik legfontosabb terület, ami a titkosítás. Nagyon köszönöm a figyelmet! Szerintem az utóbbi idők egyik legjobb hangulatú és legérdekesebb előadását hallottuk, de hát ez az én személyes véleményem. Nem tudom, hogy még van valakiben kérdés, amit szeretne megkérdezni. Ó, jaj, mondjátok! Hogy adod meg azt, hogy mindenkinek, tehát hogyha egy kisgyárkokkal kell egy P-t meg egy Q-t választani? Igen. Hogy adod meg azt, hogy ez biztos másra válaszol? Ez valójában nem egy veszély. Amikor 300-400 éri számokat választott véletlenszerűen, az esély nulla, hogy pont kiválasztasz egy olyat, amit másik. Ez nem. És a gyakorlatban az ilyen kulcsgenerátor, az szerintem csak véletlenszerűen választ egy bizonyos tartományból? Hát igen, tehát igazából vannak még dolgok, amire oda kell figyelni, de nem olyan sokra valójában. Tehát van néhány dolog, amire tényleg oda kell figyelni, de... Ez egy biztonsági hiba volt egyébként, nem is olyan régen valamelyik titkosító szoftverben, és azt bontották el a szoftvernek, akik implementálták, hogy pont azt az algoritmus, ami véletlenszerűen kiválasztotta a számot, van ez nem volt jó, igen. És ezért nem egy teljesen véletlenszerű, legalább 300, de legfeljebb 320 számot választott, hanem valahol egy számot egy annál lényegesen kisebb tartományban, most nem tudom pontosan mondjuk 1 millió szám közül, és akkor ezért mindenki a világon, aki azt a bizonyos programot használta azzal a bizonyos hidával, az ugyanabban az 1 millió tartományból választott egy számot, ami azért baj, mert ha csak megnézem be azokból, mit a klímet, akkor lehet, hogy nem volt olyan 100 millió, de akkor is olyan, amit beláthatunk, hogy lehet tudom kérni, és ezért nagyon súlyú biztonsági dolgot, amit utána mindenki, amikor ezt kérült, akkor mindenki egy szokat is tudunk el, a régen generált kulcsokat eldobni és újat használni, pont azért, mert nem volt elég véletlenszerű. Igen? Is the statistical distribution of the prime numbers known?
Yes, igen, szóval nagyon sok mindent tudunk a primák eloszlásáról. Tehát nagyon-nagyon pontosan meg tudjuk tippelni, hogy egy nagy szám mint hány prim szám van, de nem pontos, nem tudjuk pontosan megmondani, de hogyha az a kérés mondjuk, hogy mondjak egy, tehát mondjuk a primek száma egy n számig, az jelöljük pn-nel, és én mondok egy tippet rá, ez a tippem, az annyira jó lesz, hogy ide írhatsz egy halom 9-est, ide írhatsz egy halom 0-ast, és ennyire, és valójában erre pontosabban tudjuk megmondani. Tehát minél nagyobb ez a szám, annál jobb tippet tudunk mondani, hogy a közelítésre. Na most azért vigyázat, ez nem jelenti azt, hogy a kettő különbsége kicsi lenne. Sajnos ennyire nem jó a becsítésünk. Egyébként ezzel kapcsolatban van egy probléma, amit úgy hívnak, hogy Riemann sejtés, és ez egy 1 millió dolláros probléma. Tehát aki megoldja, az kap 1 millió dollárt. 100 éve megoldatlan. Neked azt tudom mondani, hogy egy per elemet. Ezt úgy kell érteni, egy egyszerűség kedvér, hogy a számjegyek számával arányos. Tehát, hogyha egy 300 jegyű számot veszünk, akkor az 1 per 300 szorozva egy kis konstanssal, ami körülbelül mennyi lesz? 3,1. Mert ez amit ide írtam, ez a pontos, de ez egy E alapú logaritmus. Tehát nem tudom, hogy gimnáziumban mesélnek erről a számról, hogy 2717 pont, hogy ez a természetes alapú logaritmus. És ez itt megjelenik. Tehát, hogy egy 300 jegyű számok között ez a természetes alapú logaritmus reciproka a sűrűsége a prim számhoz. Ez kb. Azt jelenti, hogy akarok egy P-t választani magamnak, akkor dobok egy dobókockával, kapok egy számot, ami 312 jegyű körülbelül, és megnézem, hogy az prime. Ha nem prime, megnézem a következőt. Igen, és ezzel számol lesz körülbelül egy prime, és a prime tesztek azt mondok, hogy nagyon gyorsak, tehát valószínűleg egy 100 másodperc alatt kapok. Igen, és ennél még jobb is a helyzet, mert egy csomó számot ki lehet szűrni azonnal, tehát egy kettővel, három valószínűleg azok aztán egyből eldobhatod. Igen? Engem az érdekel, hogy ez ugye a számítógépek használják a technikai oldalról, nem elképzelhető, hogy egyszer csak meg lehet kérdeni a matematikai problémát, és egyszerűen technikailag csinálni olyan gépeket, amiknek ez nem egy akkora probléma. A válasz az, hogy igen, és úgy hívják, hogy kvantum számítógépet. A kvantum számítógépek egyébként két irányban is érdekesek lesznek. Egyrészt ez a titkosítás, ezt el lehet felejteni. A kvantum számítógépek gyorsan fognak faktorizálni. Ez Peter Shor nevű matematikusnak az eredménye. Tehát amint megjelennek a kvantum számítógépek, ezt a titkosítást el lehet felejteni, ki lehet dobni, és még sajnos elég sok mindent ki lehet dobni. Viszont a jó hír, hogyha megjelennek a kvantum számítógépek, lesz egy nagyon-nagyon jó titkosítás. Annyira jó lesz, hogyha valaki bele kukucskál a középen a csatornában, mert el akarja az információt adni, megváltoztatja vele az információt, mert ez a kvantum fizikában az alapjelenség, hogy a megfigyelő megváltoztatja az mérés eredményét. Tehát... Nem úgy tűnik, hogy a közeljövőben lesznek kvantum számítógépek, szóval én nem izgulok. Tudod, mi legyen a kvantum számítógépek? Disszertációkat előtt. Igen? Igen, csak egy kérdés, hogy említetted is az egyik utolsó mondatodban, erről a 64 bites, 128 bites titkosításról tudnád halandóknak elmondani, hogy ez mit jelent, hogy kell képzelni? Ez semmi, ez egyszerűen azt jelenti, hogy ez az n szám, ezt még mindig tízes számrendszerben képzeljük el a számokat. Tehát, hogy 131 az azt jelenti, hogy 100 meg 3 x 10 meg 1. Na most a
tízes az valójában egy nagyon adhok dolog ebben az egész rendszerben, tehát ez itt a 10x10. Amikor meg négy együnk van, akkor van egy 10 a köbben, mondjuk 5131, akkor van itt 5x10 a köbben. De a számítógépek nem 10-es számrendszer használnak, hanem 2-es számrendszer. 2 a négyzeten, 2 a negyediken, és így tovább. És az, hogy 64 bites, vagy 32 bites, meg ilyesmi, az azt jelenti, hogy 64 számjegyű 2-es számrendszerben, vagy 32 jegyű 2-es számrendszerben. Tehát ezt például fel tudjuk írni úgy, hogy ez itt a 64, meg 32, az 96, ja, 128 a kezdem, ugye. Köszönöm szépen. 128, meg 2, meg 1. Ez itt 2 a 7-en, meg 2, meg 1. Vagyis ez egy 8 jegyű szám, mert hogy úgy néz ki, hogy... Hát tudok telefonálkozni. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tehát így néz ki 2-es számrendszerben a 131, 8 a hossza, az, hogy 2048 bites az ajánlott, az azt jelenti, hogy ez a szám ez 2048 hosszú legyen. Ami azt jelenti 10-es számrendszerben, hogy 617 jegyű, azt hiszem. Igen? If you have a prime number, is there any interval where you can say that between that will be other prime number? So, mi volt a kérdés? Tehát az a kérdés, hogyha van egy prime számom, akkor tudok-e olyan intervallumot mondani, hogy itt már lesz egy új prime szám? At least one. Igen. Ez így van. Ez nagyjából megint csak olyasmi, átlagosan, tehát nem mindig, de átlagosan a jegyek számával lesz arány. És ez pont ugyanaz a függ össze, hogy milyen sűrűen vannak a prime számok. Tehát ez az átlagos. Az, hogy mekkora a legnagyobb különbség a P-hez képest, az még jelenleg is egy nehéz probléma. Tehát, egyébként ott is volt áttörés. Nagyjából azért az a tip, hogy a négyzete már elég. Tehát, hogyha mondjuk itt egy 300 jegyű szám van, akkor 300 a négyzeten már elég lesz intervallumban, hogy ott találjunk még egy ilyen számot. Ez a tip. Igen? Én azt szeretném kérdezni, hogy nyilván sokat érdekel a titkosítás, de gondolom az emberek többségét inkább az érdekli, hogy törik a titkosítást. Mert hogy én nem attól félek, hogy titkosítva van az adatom, hanem hogy valaki feltörje a titkosított adatot. Hogy ugye manapság erről elég sok ilyen társalgás folyik, különböző szinteken, hogy most ki miben hallgathat bele. Hogy arról tudsz mondani valamit, hogy ilyenkor ezeknek a módszereknek mely részét feszegetik, mi az igazán nagy kihívás? Valójában a törések nagy részén szimpla emberi hülyeséget használnak ki, semmi matematikai nincs benne. Tehát kb. Elkérik a titkárnőtől a jászot. Ezzel már is a törések 50%-át elvettük. Vagy Navajo nyelven. Van egy DG csatorna, akik nyilvánosságra hoztak szerintem 30 cent Twitteren egy fotót, amit csináltak a saját irodájukban, és a háttérben kivoltak a falra a papírcetőt, a Facebook jászot. Igen. Vagy a kiskutyának a neve. Hogy szerint, hogy most igazán a titkosítási módszerekkel kapcsolatban akarok ezt kérdezni, de hát most az, hogy az emberek buták, az más kérdés. Hát az mondjuk mit csinál az NSZ, mert nyilván ők azért törvények. Hát... Az, hogy mit csinál az NSZ, azt elég kevesen tudják. Igen, onnan nem szokott nagyon információ kijönni. Egyébként ez egy érdekes kérdés például, mondtam, hogy ez, úgy hívják ezt a titkosítást, hogy RSA, Réles Amirádlama, de egyébként egy brit matematikus megelőzte őket, csak ő a brit nem titkosszolgálatnak dolgozott, úgyhogy azonnal titkosították a titkosítást. És 98-ig fel se oldották a titkosítást, akkor derült, hogy ő volt az első. De... A kérdésemre válaszolva egyébként az előadás, a kérdések után nagyon szívesen mesélek egy kicsit a
arról, hogy az FBI ugye teremti az Apple-t azért, hogy az kaliforniai lövöldözés elkövetőinek az iPhone-ját segítsenek föltölteni. És arról a perben én hallottam, el tudom neked mondani, hogy... És ez a rövid válasz az, hogy ahogy Csiki elmondta, hogyha az N-et jól választjuk meg, akkor gyakorlatilag nem lehet föltölteni. Máshogy eszközök ezt a felhozni. És konkrétan abban a perben, amit ugye az FBI rejtett, és ez egy nagyon, a szakmában egy borzasztóan fontos pernek tulajdonképpen precedens értékű lett volna, főleg annak a nagyon régen írt jogi kivételnek az alkalmazása szempontjából, amit az FBI előre és arra hivatkozva kérdezett, hogy segítsen. Az FBI konkrétan azt kérdezett, hogy azért teljesen tenyitelő, és igazából semmiben nincs a titkosításhoz magához, de ez nagyon jó példára, amikor ezt is lesz megkerülni. Volt egy telefon. Telefon lefoglalt. A telefon működött, a költőjük, minden. És a telefon, az bekért egy jelszót. Hát, ha megadod a jó jelszót, akkor a telefon kiold, és meg tud nézni az SMS-eket, és ők ezt akarták. A jelszót nem tudták. És két technikai akadály volt, három technikai akadály volt azzal, hogy próbálkozunk. Az egyik akadály az, hogy ha a jelszót tízszer elmondod, akkor úgy van megcsinálni az operációt, hogy a telefon letiltja, és letörög mindent. A másik az, hogyha elkezdesz próbálkozni, akkor mindig vár egy kicsit. És ha elmondod néhány szó, akkor mindig egy kicsit. 10 másodpercet várok a próbálkozásig, és nem engeded gyorsan próbálkozzál. A harmadik pedig az, hogy be kell ütni a képernyőn, ugye a jelszót. És az FBI nagyon konkrétan azt kérte az Apple-től, ha jól tudom, hogy az Apple írjon egy olyan frissítés az operációs rendszerbe, és azt a frissítést, azt töltse föl csak erre a telefon, amit persze meg lehet csinálni, ez a telefon folytatja. A szervereihez, és leküld a frissítéseket, és azt a felhasználó beavatkozása nélkül föltelepíti magának, és azt kérte az Apple programozóitól, hogy tudjanak egy olyan frissítést, ami engedi azt, hogy akárhányszor próbálkozzál, mert ennek is közön nincs az, hogy mindenki frissítás, ez egy szerintes próbálkozás, ne legyen semmilyen várakozás az elmondott próbálkozások után, és lehessen nem csak a képernyőn pöttyökkel próbálkozni, hanem ha rádugsz újra egy valamilyen számítógépet, ami kijelszolgatva akkor neki, hogy akkor az engedje, hogy azok a próbálkozások lehessen, hogy úgy is bevegye a kódokat. De egyébként mi az lett volna, ha egy kódot, mert az Apple nem tudja föltölteni a kódot, de hogyha egy kódot beütne az egy ilyen számítógépe, akkor meg tudná nézni, hogy az jó, vagy nem, és akkor jól tudná az állomást feloldani. És akkor ennek az lett, ha az Apple ezt megcsinálta volna, akkor ezt a frissítést erre a telefonra látogatom, csak erre a telefonra rakni. És akkor az FBI lejött volna egy számítógépe, ami végig az összes lehetséges kombináción, és akkor föltölte volna. Ebből ezt nem akarta, és ez végül a kertezőnkkel ejtette, és ez egy nagyon-nagyon fontos kezdenek. Azért ejtettem ebből. Egyszerűen meg kell tartani azt tehát ott, azok a részek, amelyek titkos, ez nem adott ki. Tehát nem, azt nem úgy kell csinálni, hogy azt valakinek titkosítod és elküldöd, azt eldugod. Tehát azt megtartod, azt nem. És nem ezt válik, hogy nem. Tehát, tudjuk, hogy hogy tárolják ezeket a dolgokat. Az titkos. Ez egy emberileg egy probléma, hogyha te akarsz megérdezni. Igen. Tehát ezeket fizikailag valahogy tárolják. Ott van a számítógép. Nem muszáj, ami
Csak még egy kérdés, matematikai kérdés kicsit, hogy, hogy ugye itt néhány számot titokban tartunk, megtartunk maguknak, és igazából ez egy véletlen számgenerátor is, hogyha jól működik az egész sorozat, mert azoknak a számoknak eléggé véletlennek kell, hogy ne tudják kitalálni. Mert hogyha annak valami speciális az eloszlás, tehát mondjuk mindig a 107 jön ki, vagy nagyon gyakran kijön a 107, akkor úgy fel lehet tőni, az ember azt megvesi. Tehát arról nem beszéltél, hogy vagy ez a három nagyon szám. Nagyon sok mindenről nem beszél. Igen, hogy csak ezért kérdezem, hogy igazából ezt lehet máshogy is használni ezt a formulát, hogy lehet így véletlen számhármasokat generálni, hogyha ezt eléggé szépen oszlik el. Ami egy feltevés mögötte, hogy akkor nem lehet feltörni. Hogy... Ez így van, valójában itt arról van szó, hogy ezek a számok lényegében mind különböző lesznek. Itt egyszerűen arról van szó, hogy van egy kép, és ezek párokban vannak valójában. Méghozzá ez, hol van ez a... Volt valahol egy 160, ez az. Szóval a tényszere azt tudta, hogy valahányszor, kétszer 160. És valójában itt arról van szó, hogy neked el tudom egy is mondani, hogy van ez a gyűrű, ami a moduló 160 számok, és egyszerűen ez a szám inverze ennek a számnak. Ugyanaz nehéz azt meg tippelni. Igen, tehát az már videóban. Most nincs az inverse. Egy praktikus kérdésem van, ez egy tajvani szállodának a már lejárt szobakulcsa. Állítólag ezek is valamilyen szám matematikai titkosítással működnek. Te el tudod magyarázni, hogy? Nem, mert teljesen matematikai alapja van, csak én nem értettem, hogy van magyarázni. A mágnes csíkos szerintem nem azon van, csak egy egyszerű azonosító, ami 30-30, és akkor vagy elfogadja, vagy nem is szeretném. Én úgy javaslom, hogy ebben sokkal több van, hogy nem csak a szobának az állát, hanem állandóan változó számokról van szó. Majdnem úgy, mint az RSA titkosítás. Ez a numbers. Szóval nem az ember neve van rajta, ezért hazugság, hogy ne hagyd soha náluk a kártyát, mert le tudják olvasni a nevedet, a számodat, ezért semmi név nincs rajta, hanem valamilyen matematikai folyamat. Az egy teljesen más megoldás, ami ezeken a kártyákon van, ez egy úrókódos kódolás, ami ezen a kártyán van, és ez pont ugyanaz, mint az autó távirányítójában van, hogy a távirányító meg az autó össze van párosítva, és akkor nyomkodom a gombot, kinyílik az autó. Ez nem ilyen jellegű titkosítások, ez ami ezen van, ez tulajdonképpen csak egy ilyen megosztott kulcs, tehát hogy mind a két félnél, nálad is a kártyában, meg a te szobád ajtajában is, mondjuk úgy, hogy egy ilyen számláló pörög, és az a lényeg, hogy a kártyán és a zárban mindig a számláló ugyanazt a számon mutassa, mert akkor be tudod dugni a kártyát, és kinyílik az ajtó is. Ha ez valamiért elcsúszna egymáshoz képest, mert mondjuk a szomszéd ajtajába dugod be, ahol a számláló éppen máshol tart, akkor nem nyílna. És amikor egy új kártyát csinálnak, az ajtózára nem csinálnak semmit, szóval ez egy hosszú és bonyolult dolog, hogy ezt hogy szinkronizálják össze, de a lényeg az, hogy ezekre a dolgokra úgy kell gondolni, mint két párhuzamosan pörgő ilyen számlálóra, és ha két számláló szinkronban van, akkor ezek kinyílnak. Összepárosodnak. Na, még csak egész gyorsan akartam arra vonatkozóan mondani valamit, hogy miután az amerikai jogirendszer az valóban precedens értékű, hogy pont ebből az ügyből kifolyólag, azt hiszem a fordítottja is érvényes lesz, hogy fognak módosítani a törvényel, és azt fogják mondani, hogy a nemzetbiztonsági érdek lesz, akkor igenis meg kell adni a jelszót, vagy bármit, amit kell, és nem lesz alkalom arra, hogy ne adják meg, és erre szeretnék mondani egy példát, hogy a PrograteCorp-nak a lapján ugye most már van olyan lehetőség, hogy milyen papírt kell, milyen motion-t kell beadni ahhoz, hogyha neked van egy hozzátartozód, aki elhúj, a Facebook oldalához nem tudsz hozzáférni, mert csak ő tudta a jelszavát, hogy neked mégis megadják azt a jelszót, és te neked jogod legyen lezárni. Most erre sem volt régebben lehetőség, sőt, tehát én a mai napig kapok olyanokról
születésnapi ízetűr, most lett 43 éves, aki már 10 éve meghalt. Tehát nem mindenki tudta ezt, hogy ezt hogy lehet elintézni, de most már be lehet menni a bíróságra, kérni egy mosont a bíró, majd ha meghallgatja, bebizonyított, hogy te vagy a hozzátartozója, és megadják neked. És ugyanez lesz. Ez bírósággal a Facebookon is nem megjelent. Nem, csak a probétkortnak kell a bírói döntése, de mondjuk ez majdnem teljesen szabályosan jön. Nem jelent. Azért mondom, hogy lesz erre jogi módosítás, ugyanúgy, mint ahogy banktitos se létezik, mert abban a pillanatban te oda viszel egy bírósági döntést, hogy te meg akarod nézni valakinek a banki kivonatát, valamilyen ok, valami a bíró szerint jogos, abban a pillanatban az illető összes bankbetétjét megnézheted. Attól függetlenül, hogy ebben teljesen az titos. A Facebook azért különbözik az ilyen csetelő programoktól, mert a Facebooknál van egy központban bázis. Ahhoz a Facebooknak van hozzáférése, tehát valaki meg tudja azt csinálni, akár ahhoz használni, hogy elszólnak ismerni jelent is, hogy megszűnnek például az adatnagyját. Viszont, hogyha, és a jogi vita elvől megy most, és ez főleg az Egyesült Királyságban veszélyes, hogy esetleg ez tényleg így is viszi, hogy az Apple például tud egy olyan alkalmazást írni, hogyha azt eltírem én is, és eltírem te is, és utána én azzal küldök neked egy üzenetet, akkor az úgy van titkosítva, hogy akinek nincsen hozzáférése se az én telefonhoz, se a tiédhez, az nem tudja elolvasni, se bankhoz nem tudja meghez, az nem tudja elolvasni az üzenetet, az ettől sem, akkor sem, hogyha bíróság végzéssel mennek hozzá, mert lehetetlenség olyan értelemben, hogy az ennek nem lehet faktorizálni. És most... Már a WhatsApp-hoz van és hát nagyon sok ilyen implementáció van. És az a probléma, hogy nagyon sok kormányzat komolyan gondolkozik arról, hogy olyan törvényt hoz, ami az ilyenfajta szoftvereknek a terjesztését korlátozná, megtiltaná, nem csak biztosan őkkal hivatkozva, hogy ne lehessen meg csinálni, hogy az Apple-t aki ne tudja elolvasni. Én jelenti az, hogy nem létezik a program, amit nem tudnak próbálni. Letöltöm az ingyenes gépjegyet, nem csak magamnak az udalom csikinek egy pendrive-on, úgyhogy nem mondja senki meg. Ez van egy titkos csatorna. Minden fel lehet venni, mert megkínoznak, és megadod a jelszót. Ja, bocsánat, még egy kérdés a matematikai részéről, hogy úgy látszik az előadásra, hogy van még egy gyakorlati különbség a három említett titkosítás között. Az első kettő az, hogy a betűket lecseréljük, vagy egy más nyelvre térünk át. Az olyan, hogyha az üzenet részét tudjuk, mondjuk a felét tudom, mert tudom, hogy elküldi azt is, hogy mi történt vele tegnap, vagy ilyesmi, akkor, vagy a pocélményeket, akkor nagyon könnyű várjuk feltörni az összes többit. És ezzel a titkosítással mi a helyzet, hogy ha mondjuk tudom a 99%-át, a 1%-ot könnyű feltörni? Nem. Nem. Mármint úgy jöttet, hogy tudom, hogy mit küld. Nincsen meg a módszer, nincsen meg a kulcsok. Csak tudom, hogy mit küld. Tudom egy részét azt, hogy úgy is megírja, hogy mi van a menzámba ebédre, és akkor ez segíted, de akkor ezek szemben. Na jó. Bezárom. De várjuk, hogy nagyon örülök, hogy ilyen inspiráló beszélgetés alakult ki, és igazából ez ennek az egész összejövetelnek a lényege. Én mindenkit bátorítok arra, hogy ezt csak folytassuk tovább. Viszont tényleg nagyon szeretném megköszönjük Péternek azt, hogy ezt a mai estét összerakta nekünk, eljött, és ilyen élvezetesen előadott nekünk. Köszönjük szépen!